Erasmus Plus, népszerű a Nyíregyházi Egyetem a külföldi partnerintézmények tanulói körében. Család és karrierpont, a nők munkahelyi elhelyezkedését segíti a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének új szolgáltatása. Nemzetközi kapcsolatok, Franciaország magyarországi rendkívül és meghatalmazott nagykövete érkezett Nyíregyházára. Népszerű a Nyíregyházi Egyetem a külföldi partnerintézmények tanulói körében. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Már hagyomány, hogy a felsőoktatási intézmény nemzetközi napokat szervez a hallgatók és az oktatók számára. Ennek célja a közös nemzetközi képzések előkészítése, valamint a nemzetközi mobilitási programokban való részvétel ösztönzése. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg 57 külföldi partner egyetemmel dolgozik együtt. Már hagyomány, hogy minden évben más, aktuális tematika köré szervezik a nemzetközi napok előadóit. A programsorozat célja a Nyíregyházi Egyetem népszerűsítése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, a közös nemzetközi képzések előkészítése, valamint a nemzetközi mobilitási programban való részvétel ösztönzése. A 2019-es téma a digitális innováció. Nagyon fontos nekünk a felsőoktatásban is, a kapcsolatteremtésben, de miután a Nyíregyházi Egyetem egy pedagógus képzőközpont, fontos pedagógus képzőközpont, természetesen a módszertanban is, hogy mindezt a tudást, az információs eszközök nyújtotta lehetőségeket, eszközöket továbbadjuk a hallgatóinknak. Ezeket akár külföldi tapasztalatszerzés során is hasznosíthatják a hallgatók. Jelenleg 10 nyíregyházi egyetemista tanul külföldön, az 57 partner egyetemből pedig több mint 30 hallgató van Nyíregyházán. Ők is részt vesznek a háromnapos konferencián, amelyen Nyíregyháza testvérvárosa is képviselteti magát. Kajáni testvérvárosunkból jön egy előadó, aki a Finnországban bevezetett módszert taglalja. Ugye a finn oktatás az a világ egyik legjobb színvonalát képviseli. Tavaly személyesen is láthattam azt, hogy az általános iskolákban és arra az egyetemen, ahonnan ez az úr érkezik, ott milyen szintű oktatás folyik. Nyilvánvalóan ez fontos dolog nálunk is, azt, hogy legyenek jó példák és adaptációs lehetőségek. Azt gondolom, hogy ez a világ ez elég nehéz az oktatók és a tanulók számára is, mert meg kell találni azt az egészséges hangsúlyt, amely a régi módszereknek az átültetését próbálja meg egy olyan digitális világba, egy olyan folyamatosan változó technikai környezetbe átültetni, amelyben nem vész el sem a gyerek, sem pedig a tanár. Ennek az arany középútja, ha a könyvek tudását és a digitális technika adta tudásokat megfelelő arányban és módszereken használják az oktatásban. Erre szolgál a Nyíregyházi Egyetem egyik fejlesztési iránya, amelynek során LEGO eszközökkel támogatott tanulási és tanítási módszereket alkalmaznak. Közép-Európa egyetlen LEGO stúdiója. Nagyon nagy reményeket fűzünk a működéséhez, és nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy ne csak egy stúdió legyen nagyon szép eszközökkel, hanem olyan tartalommal töltsük meg, amely az egyetemi hallgatóinknak, a pedagógusoknak, tehát a már pályán lévő pedagógusoknak is nagyon sok lehetőséget ad a fejlesztésben, a módszertani fejlesztésben, hiszen arról van szó, hogy a LEGO eszközökkel támogatott tanulás-tanítás folyamatát megtanulhatják nálunk. Ez is egy olyan pontja a felsőoktatási intézménynek, amely igazi kuriózumnak számít mind a jelenlegi hallgatók, mind a külföldi diákok számára. A nők munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti a szombaton nyílt Család és Karrierpont Nyíregyházán. A Magyar Vöröskereszt megyei egyesületének projektje nőket, anyákat és családokat egyaránt megszólít. Az irodában mindenkinek ingyenes és személyre szabott szolgáltatást biztosítanak. A szolgáltatás nem csak Nyíregyházán, hanem a megye további 7 településén is működik. Itt a Szarvas utcán nyitott meg a Magyar Vöröskereszt Nyíregyházi Család és Karrierpontja. Hosszú szakmai előkészítési folyamat után működhet ezen túl a szolgáltató központ a megyeszékhelyen. A Családbarát Ország program keretében kiemelt szerepe van az úgynevezett csak pontoknak, amelyek a családok egészséges működését támogatják. A legnagyobb problémát az jelenti a nők és anyák számára, hogy nincs elég rugalmas munkahely, rugalmas időbeosztással. Egyre nagyobb igény merül fel arra, hogy akár home office-ban dolgoznának, csak hogy jobban összeegyeztethető legyen a magánélet és a munka. Ebben is próbál segíteni a Vöröskereszt megyei szervezete,
már több vállalkozás és egyesület is csatlakozott a programhoz. A helyi szolgáltatás még 2018 nyarán indult. Az előkészítési folyamat véget ért, és már külön irodában várják az érdeklődő ügyfeleket. Megyei lefedettségűek vagyunk, tehát ugye a megyei Vöröskereszt és a Család és Karrierpont is megyei ügyfelekkel foglalkozik, ezért szerencsére elég nagy igényt látunk a Karrierpont működésére. Ugye munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtunk, ez azt jelenti, hogy a kisgyermekes anyáknak, gyermekeiket, egyedülnevelőknek, tulajdonképpen apáknak is, nagymamáknak az ügyfélkörünk eléggé tág, ezért könnyen is el tudjuk érni az ügyfeleket. Az irodában mindenkit ingyenes és egyénre szabott szolgáltatással várnak. A célcsoport eléréséhez mind a közösségi médiát, mind a személyes kapcsolatrendszert is használják. A csakpontba érkezőknek biztosítják többek között a tanácsadást, a gyermekmegőrzést, valamint a helyi munkaerőpiaci szereplőket bevonva a nők elhelyezkedését is segítik. Az életnek azt a fajta nehézségét, amit a nők munkaerőpiaci szerepvállalása jelent, tehát akár egy gyesről, gyedről, gyermeknevelésből, hosszantartó betegápolásból, vagy csak bármi miatt, ami előfordul az életben, hogy kiesnek a munkaerőpiacról, az mindig egy picit válságként jelenik meg a családban, hiszen egy egészséges válságként, hiszen ez egy új helyzetet teremt minden család életében, amihez alkalmazkodni kell. A szolgáltatás nem csak Nyíregyházán, hanem a megye további 7 településén is működik. A Csakpont irodában 2 főállású munkatárs dolgozik napi 8 órában, de mellettük külső szakembereket is bevonnak. Pszichológiai, mentálhigiénés és munkaerőpiaci tanácsadók is segítenek az érdeklődő ügyfeleknek. Szombat reggel elkezdődött a pártok aláírásgyűjtése az Európai Uniós választásokra. Az induláshoz 20 ezer érvényes szignóra van szükségük a pártoknak. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 24 pártot vett nyilvántartásba. Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője vasárnap Nyírbátorban mutatta be a Fidesz 7 kampánypontját és gyűjtötte az aláírásokat. Bevándorlás megfékezésére. Tetszene-e támogatni Orbán Viktort ebben a dologban? Támogatni? Így van. Hát az... meg kell védeni Magyarországot. Mert így van. Így. Alá tetszenének-e írni? Alábízunk minden. Simon Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője is elkezdte a támogató aláírások gyűjtését a hétvégén. Vasárnap Nyírbátorban ismertette a polgárokkal a Fidesz 7 pontját, amellyel a bevándorlást próbálná a párt megállítani. Az aláírásokra azért van szükség, hogy indulhasson a Fidesz a május 26-ai európai parlamenti választásokon. Ahogy a többi pártnak, a Fidesznek is 20 ezer támogatót kell összegyűjteni. Simon Miklós tapasztalatai szerint jó a fogadtatása az akciótervnek. A térségben mindenhol szerveznek aláírásgyűjtést, kiemelten a nagyobb településeken, mint például Balkányban, Újfehértón, Nyírbogáton és Nyírlugoson. Az aktivisták pedig házról házra is járnak majd, és úgy népszerűsítik a 7 pontos programot. Az európai parlamenti választás tétje, amely május 26-án lesz, nagy. Sikerül-e megállítani a migránspárti brüsszeli politikát? És szeretnénk megvédeni az európai embereket, azon belül természetesen a magyar embereket. Szeretnénk megőrizni keresztény kultúránkat, és szeretnénk a nemzetünket megőrizni. A pártok április 23-án 16 óráig gyűjthetik össze az induláshoz szükséges 20 ezer ajánlást, és eddig jelenthetik be országos listáikat a Nemzeti Választási Bizottságnál. Jelenleg 24 pártot vettek nyilvántartásba. Az Ukrajnából Magyarországra érkező kamionokat minden alkalommal röntgennel vizsgálják át a NAV munkatársai. A párperces műveletet és a kiértékelés követően a gyanú szállítmányt a szakemberek is átvizsgálják. Legutóbb így találtak az egyik kamionban 75 ezer doboz adózatlan cigarettát a nyomozók. Záhonyi pénzügyőr kollégáim határforgalomban átvilágító röntgenberendezéssel vizsgáltak egy kamiont, amelynek pellet szállítmánya vált gyanussá. Ezeket a zsákokat felbontották,
és megállapították, hogy azokban cigaretta, csempészet cigarettát helyeztek el. Összesen 75 ezer doboz és 88 millió forint értékű magyar adójegy nélküli csempészet ukrán cigarettát foglaltak le kollégáim. A sofőr ellen pedig költségvetési csalásbüntet gyanúja miatt büntetőfejentést tettek az illetékes nyomozóhatóságnál. A gazdasági és testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztetett Franciaország magyarországi nagykövete és Nyíregyháza polgármestere. A megyeszékhelyen több francia cég telephelye is működik, a francia nyelvoktatás pedig több iskolában is magas szintű. Az együttműködése mind a magyar, mind pedig a francia fél nyitott. Franciaország magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tavaly nyáron érkezett hazánkba. A kapcsolatok erősítése céljából országjáró körútra indult, ennek pénteki állomása volt Nyíregyháza. A megyeszékhelye működik ugyanis a Michelin és a Bonduelle cég egy-egy telephelye, de a városban komoly hagyománya van a francia nyelv oktatásának, például az Apácaiban, a Kölcseiben és az Ötvös iskolában is. Nagyon örülök, hogy Nyíregyházára is ellátogathattam. Fontosnak tartom, hogy meglátogattam a Michelin gyárat. Örülök, hogy a cég munkahelyeket teremt a város és régió lakosainak. Ezt a kapcsolatot szeretnénk még jobban megerősíteni. Polgármester úrral pedig arról beszéltünk, hogy milyen komoly francia nyelvoktatás zajlik Nyíregyházán. Ez főleg örömmel tölt el. Ezen a két kiemelt területen szeretne a városvezetés és a nagykövet is együtt dolgozni a jövőben. Felmerült még a testvérvárosi kapcsolat is a megbeszélésen, ahol Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, szeretné, ha új közös projekteket is indítanának a települések. Fontos feladat még a gazdasági kapcsolatok fejlesztése is a Nyíregyházán működő francia cégek bevonásával. Leginkább a Michelinnel, hiszen a Michelin az elmúlt években vásárolt komoly fejlesztési területeket, de hát ugye egy beruházáshoz nagyon sok tényezőtől függ, és elsősorban a Michelin cégcsoport, ugye egy világpiaci vezető cégről beszélünk, döntési kompetenciája ez, de az nagyon fontos, és ezt nagykövet asszony is megismerte, tudta, hiszen járt a Michelinnél is, hogy kiváló a kapcsolat a városvezetéssel. Ugye Michelin Bringa Fesztiválról is beszéltünk, hogy egyszer érdemes lenne nagykövetasszonynak eljönnie, de hát alapvetően, mint foglalkoztató, munkahelyteremtő, folyamatosan fejlesztő cég a legfontosabb. Konkrét tervekről majd egy újabb találkozót követően lehet beszámolni. Margócsi József születésének 100. évfordulója tiszteletére jubileumi emlékünnepséget szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen, ahol egy emléktáblát is felavattak. Nem csak a Nyíregyházi Egyetem élete szempontjából volt fontos az ő munkássága, a város, a régió helytörténeti kutatásaihoz is sokat tett hozzá. A megemlékezésen részt vettek a 2013-ban elhunyt egykori főigazgató rokonai is. A Nyíregyházi Egyetemnek, illetve ennek a jogelődjének éveken át volt főigazgatója dr. Margócsi József, akinek a neve úgy gondolom, hogy nagyon ismerősen csenkett sokak számára, bár 100 évvel ezelőtt született, de mai napig fontos az ő munkássága. És úgy gondolta az egyetem mostani vezetése, hogy ennek tiszteletére egy névtáblával adózzunk az ő munkásságának, az ő elismertségének, mindenki Jocó bácsiának, ahogy sokan ismerték őt. Kiütéses győzelmet aratott Felcsúton, és ezzel elkerült a kieső helyről a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 27. fordulójában lejátszott mérkőzésen 4-0-ra nyert a Puskás Akadémia otthonában. A kisvárda szombaton a Diós Győrt fogadja a Várkerti stadionban. Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a mérkőzés, amelyen a hazaiak előtt adódott az első lehetőség. A 14. percben Latifi került helyzetbe, Felipe azonban megmentette csapatát a góltól. A 17. percben emberelőnybe került a kisvárda, Grozavos Sós buktatta a 16-os előtt, a játékvezető pedig kiállította a felcsúti futballistát. A szabadrugás Gosztonya kapu jobb felső sarkába lőtte, megszerezve a vezetés csapatának. A 32. percben Brozav már eljutott a lövésig, a 16-os előteréből kapura küldött labdája pedig a jobb alsó sarokban kötött ki. A 43. perc elején Gosszonyi volt önzetlen, így is azonban gólhelyzetben rosszul talált el a labdát. Az 55. percben megszerezte 3. gólját a kisvárda, egy tökéletesen végigvitt támadás zárásaként Melnyik passzolt a kapuba.
A 70. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Negruttal szemben nagyjól szabálytalankodott a 16-oson belül. Horváth Zoltán a jobbra vetődő Hegedűs mellett a kapu közepével lőtte a labdát, beállítva a 0-4-es végeredményt. Megpróbáltunk eredményes futballt játszani, így utólag már ezt tudjuk mondani, és célfutballt. Úgy gondolom, hogy az első fél időben a játékosok azt csinálták, amit megbeszéltünk, vezetünk nagyon-nagyon veszélyes kontrákat, és nagyon jó százalékban használtuk ki a lehetőségeinket, és azt mondom, hogy ez el is döntötte a mérkőzést, és akkor, ha nem nyomták, megtörtént a kiállítás, és onnantól kezdve úgy gondolom, hogy csak rajtunk. A Puskás Akadémia vezetőedzője szerint az első negyed óra végén történtek, alapjában határozták meg a találkozó kimenetelét. Jó kezdtük, végünk muszáj 1-0-ra vezetni, volt egy nagy cicer, de ott is lehetett ezt a különbséget látni, mi csatárunk nem megy el első idő előtte, hanem egyenesen viszi tovább a labdát. Ha jobbra megy, utána ott is már lehet a piros lap a belső védőnek, a kisvárnának, és pont úgy mi csak a cicerre megyünk, és nem rúgjuk be, és azt hiszem két perc később pont a kisvárnadó a csatár beindul, és pont a mi védünk ellen, vagy mi szélsünk ellen próbálja átmenni a másik felére, és utána van ez a kontakt. Ja, és utána abban a pillanatban az utána a piros lap, ami passzol az egész szituációnba, hogy ez a szabadrúgás mindjárt be is megy. A találkozó után a Puskás Akadémia felmentette a munkavégzés alól Radoki Jánost. A 27. forduló további eredményei a következők: Ferencváros Paks 3-0, Újpest Mezőkövesd 2-1, Diósgyőr Szombathely 0-1, Debrecen MTK Budapest 3-1 és Budapest Honvéd Molvidi FC 0-1. A tabella élén a Ferencváros áll 61 ponttal megelőzve az 53 pontos Molvidi FC-t. A 28 pontos Kisvárda a 10. helyen várja a Diósgyőr szombati vendégjátékát. Egy lépésre került a döntőbe jutástól a Fátum Nyíregyháza, miután az Extraliga elődöntőjének harmadik meccsén 3-2-re legyőzte a Békés Csabát. Hollósi László együttese 2-1-re vezet a három nyert mérkőzését tartó párharcban. A nyíregyháziak szerdán Békés Csabán lépnek pályára. A megszokott módon a Continental Arénában kezdte a hetet a Fátum Nyíregyháza. A játékosok a pályán és a konditeremben készültek az előttük álló feladatokra, amelyek közül az első a szerdai Békés Csabai fellépés lesz. Az Extraliga elődöntőjében 2-1-re vezet a nyíregyházi gárda. A legutóbbi találkozó végletekig kiélezett csatát hozott, a Békés Csaba 1-0-ra és 2-1-re is vezetett, végül azonban a hazaiak 3-2-re megnyerték az elődöntő harmadik felvonását. Ebben az elődöntő párosításban csak ilyen mérkőzésre lehet számítani. Tehát egy bajnokot legyőzni az nem egy sétagalop. De hát mint ahogy többször a szezonban is már bizonyítottuk mi, és ezt már sokszor elmondtam, mi nem könnyű feladatokat várunk, hanem tényleg olyan feladatokat, amiket meg kell oldani. És ez most egy ilyen feladat. Úgyhogy én azért is vagyok ezzel a mérkőzéssel elsősorban elégedett, mert a lányok most az akaratokat domborították ki, tehát többször is vezetett a Békés Csaba, többször is már úgy volt, hogy akárki is csúszhat a kezünkből ez a győzelem, de soha nem adták fel, és én mindig azt mondom, hogy egy sportolónak ez a legfontosabb, hogy mindig kihozza magából a maximumot, és soha ne adja fel, mert ezzel tudja megteremteni az esélyt arra, hogy győzön. Ez még nem garancia arra, hogy győzelemmel hagyja el a pályát, de ez az alap. A Nyíregyháza szerdán Békés Csabán lezárhatja a párharcot, a bajnoki címvédő viszont nem kaphat ki, ha életben akarja tartani döntős reményeit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz meccs lesz, és ugyanáluk nyerni mindig nagyon nehéz, de én már nagyon motivált vagyok, személy szerint a lányok is ugyanolyan motiváltak, és nagyon várjuk már a mérkőzést. A másik ágon már véget ért az elődöntő párharca, a Vasas Óbuda 3-0-ás összesítéssel lépett túl az Ute csapatán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Népszerű a Nyíregyházi Egyetem a külföldi partnerintézmények tanulói körében. A nemzetközi napok célja a közös nemzetközi képzések előkészítése, valamint a nemzetközi mobilitási programokban való részvétel ösztönzése. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg 57 külföldi partneregyetemmel dolgozik együtt.
Egyéni tanácsadás, gyermekmegőrzés, munkahelyteremtés. Ez csak néhány azok közül a szolgáltatások közül, amelyeket a szombaton nyílt Nyíregyházi Család és Karrierpont kínál. A csak.pont iroda célja, hogy segítse a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését. A célcsoport eléréséhez mind a közösségi médiát, mind a személyes kapcsolatrendszert is használják. Tovább erősödhet a francia-magyar kapcsolat a megyeszékhelyen. Erről Franciaország magyarországi nagykövete és Nyíregyháza polgármestere egyeztetett. A megyeszékhelyen több francia cég telephelye is működik, a francia nyelvoktatás pedig több iskolában is magas szintű. Kovács Ferenc azt is kiemelte, szeretné, ha a testvértelepülések új, közös projekteket is indítanának a közeljövőben. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 8-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka erőteljes komoly felhőképződés várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 11 fok között alakul. Kedden komoly felhős napos idő várható, zápor néhol előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő egy hét során gyakran elérik térségünket a nedves léghullámok. A rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen, illetve több alkalommal is eleredhet az eső, zápor eső. Ezzel együtt pedig gyengül a nappali felmelegedés.